Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Május 8-án újra kinyitott a Bonyhádi piac. A koronavírus járvány miatt egyelőre különleges óvintézkedéseket rendelt el az üzemeltető Bonikom NKFT vezetője. A szakemberek már készülnek a strandszezonra is. A cél, hogy június közepén nyitásra készen álljon a fürdő. Emellett a játszótereket is folyamatosan fertőtlenítik. Több mint egy hónapja április első napjaiban kellett bezárni ideiglenesen a Bonyhádi piacot. Az intézkedésre, ugyanúgy, mint az ország számos településén, azért volt szükség, hogy lassuljon a koronavírus terjedése. Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármester akkor azt mondta, a piac ugyan bezár, de gondoskodnak arról, hogy az árusok tudjanak dolgozni, a helyiek pedig friss termékeket venni. Egy felhívást tettünk közzé az ő számukra, amelyben kértük, hogy jelentkezzenek mindazok, akik bonyhádiak, illetve Bonyhád 40 kilométeres körzetében élnek, és alapvetően őstermelők, kistermelők, felsoroltunk minden olyan terméket, amit várunk, hogy árusíthassanak Bonyhádon, és kijelöltem a közterületi rendeletünket módosítva plusz olyan helyeket, mert eddig is tartalmazott árusító helyeket a rendelet, de plusz olyan helyeket a városban, amelyek mind térben, tehát földrajzilag elkülönülnek egymástól, és akkor nem egy helyen koncentráltan, hanem a város különböző pontjain lehet majd találkozni az árusokkal. Az árusok tehát az elmúlt hetekben is dolgozhattak a város frekventált helyein, a helyiek pedig hozzájutottak a jól megszokott házi termékekhez. A fordulat május 3-án következett be. Akkortól vált nyilvánossá ugyanis, hogy május 4-től a kormány lazít a szigorú vidéki intézkedéseken. Sorra jelentették be a települések, hogy még a héten újra megnyitják a piacaikat. Így tettek Bonyhádon is, a jó hírról a piacot üzemeltető Bonikom NKFT vezetője számolt be. Arra az örömteli tényről tudok beszámolni, hogy május 8-ával, péntekkel a piac a szokott helyen és módon kinyitja kapuit. Ez azt jelenti, hogy heti két alkalommal, keddenként és péntekenként várjuk mind az árusítókat, mind pedig a vásárlókat. A piac tehát újra üzemel Bonyhádon, de mivel a vírus még mindig jelen van, ezért az üzemeltetők kénytelenek voltak rendkívüli intézkedéseket elrendelni a közösségi tér használatával kapcsolatban. Némi megszorítással még élünk, tehát a korábbi rend teljesen még nem állt vissza. Erről egy pár információt szeretnék megosztani a kedves televíziónézőkkel. Legfontosabb tudnivaló, hogy milyen termékeket tudnak beszerezni az oda látogatók. Röviden összefoglalva, mezőgazdaságból, mezőgazdasági termékekből álló palettát találhatnak. Ez azt jelenti, hogy a húsféléktől a méz, a tojás, a zöldség, a gyümölcs, az élőállatig bezárva virágok, palántákat tudnak ott vásárolni a látogatók, és továbbra sem állunk nyitva a bútorkereskedőknek, a ruhaneműt forgalmazóknak, a szerszámforgalmazóknak, korábban arra is volt példa, ő türelmüket még kérjük. Egyelőre a piacon árulni és vásárolni is csak különleges biztonsági óvintézkedések betartásával lehet. A szupermarketekből megismert eljárási rendet alkalmazzuk mi is, tehát 6 óra és 9 óra között a 65 évnél fiatalabbakat várjuk szeretettel, és 9 és dél között pedig a 65 évnél idősebb korosztályokra számítunk. Az egészségünk megóvása érdekében nagyon fontos az, hogy a piac területére csak szájmaszk viselésével lehet belépni, tehát mind az árusítók, mind pedig a vásárlók szájmaszk viselésére kötelezettek. Emellett az eladóknak gumikesztyűt is kötelező viselniük. A Bonyhádi piac reggel 6 és déli 12 óra között lesz látogatható. De nem csak a piac újranyitásával kapcsolatban történtek fontos dolgok az elmúlt napokban Bonyhádon, ugyanis a szakemberek már a helyi termálfürdőt is elkezdték felkészíteni a nyári szezonra. A füvet már locsolják és a karbantartók is folyamatosan dolgoznak. A kormány rendelete értelmében ugyanis a vidéki fürdők újra kinyithatnak. Kijárási korlátozások könnyítése lehetővé tette, megteremtette azt a jogi helyzetet, hogy a szabadtéri strandok kinyithatnak. Polgármester asszonnyal egyeztettünk a kérdésben, és olyan döntés született, hogy a fürdőnek, aminek a Bonikom az üzemeltetője, június hónap közepén olyan állapotban kell lennie, hogy kinyitásra alkalmas legyen. Ez azt jelenti, hogy a medencéknek fel kell tele lenni vízzel, hatósági engedéllyel kell rendelkezzünk, laborpapírokkal kell alátámasztani, hogy a víz fürdésre alkalmas, és ha ezen feltételek együtt vannak, akkor megszülethet az a döntés június hónap elején, hogy június közepén kinyithatunk.
A fürdő főszezonban akár napi 7-800 vendéget is fogadott a korábbi években, és túlzás nélkül kijelenthető, hogy nem telt el itt úgy hétvége, hogy ne került volna sor nagyobb szabású közösségi rendezvényre, elég csak a fürdőfesztivált vagy a röplabda mérkőzéseket megemlíteni. Fürdőnkről azt kell tudni, hogy ez egy szezonális létesítmény, a nyári hónapokban, egész pontosan az utóbbi évek gyakorlata alapján a nyári szünethez igazodva fogadtuk a kedves vendégeinket. A veszélyhelyzettől függetlenül mi már ideje korán a téli üzemmódból lassan, fokozatosan álltunk át a nyári üzemmódba, és felelősségteljesen tudom kijelenteni, hogy a részünkről nem lesz akadálya a 0 június közepén történő nyitásnak. Nyilván ez időjárás függő is, illetve a jogi környezet mit tesz majd lehetővé. A koronavírus miatt még sok a bizonytalanság a jövőt illetően, így a fürdő idei esemény naptára sem nyerte még el végleges formáját. Az viszont már biztos, hogy a téli üzemmódról való átállás során az üzemeltetők több apróbb, ám az ideérkezők kényelme szempontjából fontos fejlesztést végeztek el az elmúlt hetekben. Kisebb, nem, de a kényelmünket, az ide látogatók kényelmét szolgáló fejlesztések idén is történtek, hogy más nem mondjak, régi vágyunk volt az, hogy bankkártyás fizetéssel lehessen a fürdő területére lépni, és a büfében is lehessen kártyával fizetni. Ennek feltételeit megteremtettük. A dolgozó személyzetnek a belső komfort érzetét növelő intézkedéseket megtettük. Irodaépületeket újítottunk fel, tehát részünkről készen állunk egy nyári nyitásra. A Banyhádi fürdő tehát a tervek szerint június közepétől várja a vendégeket, és most kanyarodjunk vissza Banyhád belvárosához, pontosabban a település játszótereihez, azokat ugyanis folyamatosan fertőtlenítik a Bonikomen Kft. Munkatársai, így reagálva arra, hogy május 4-e óta a vidéki települések játszóterei újra látogathatóak. Heti rendszerességgel fogjuk a játszótéri elemeket fertőtleníteni, és magunk részéről így járulunk ahhoz hozzá, hogy akik szeretnék a játszótereket, biztonsággal tudják használni a jövőben Bonyhádon. A fertőtlenítés két munkatársam fogja végezni, teljes felszerelésben. Hipót higítunk fel a ANTS előírásainak megfelelő mértékben. A oldat kiirtatását követő, fél órát követően veszély nélkül lehet használni ezen elemeket. Arra ügyelünk, hogy délelőtti órákban kerüljön sor, hogy aki délután vagy hétvégén használja, rájuk már abszolút semmi veszélyt nem jelent, sőt, inkább biztonságosabbá teszi mindannyiunk életét. Jó hír, hogy nem csak fertőtlenítik a játszótereket a városban, hanem a már folyó higiéniai munkálatok előtt kisebb fejlesztéseket is elvégeztek ezeken a területeken a szakemberek. A kijárási korlátozások időszaka alatt a Bonikom Nonprofit Kft.-nek volt ideje és lehetősége, hogy Bonyhád város területén található valamennyi játszóteret az időszaknak megfelelően felújítson. Ezen munkálatokat nem egyedül végeztük, hanem egy példaértékű összefogásnak köszönhetően Bonyhád város intézményi dolgozóival közösen történt meg a felújítás. Ez gyakorlatban annyit jelentett, hogy valamennyi játszóteret felkerestünk, az idők során, vagy a tél során fellépett károsodásokat javítottuk, pótoltuk a törött, repett alkatrészeket, majd valamennyi játszótéri elemet lefestettük, a festés követően pedig az ütéscsillapítóként funkcionáló homokot fellazítottuk, és ahol szükséges volt, pótoltuk. Bonyhádon tehát már javában készülnek a koronavírus utáni életre, a fürdő hamarosan kinyithat, a piac pedig már üzemel is, a sajnos még köztünk levő vírus ellen pedig folyamatosan fertőtlenítést végeznek a város játszóterein. Május 6-ától újra működik a járóbeteg ellátása a Bonyhádi Kórház és Rendelő Intézetben. A miniszteri utasítás szerint viszont csak bejelentkezés után látogatható az intézmény, és több más rendkívüli szabály is érvényben van még. Kékszínű sátrak a Bonyhádi Kórház és Rendelő Intézet parkolójában. Ezekben végzik a szakemberek az ideérkező betegek előszűrését. Az intézmény május 6-a óta várja újra a járóbetegellátásra érkezőket. 11 osztályon kezdtek el újra dolgozni az orvosok és az ápolók. Komoly változás viszont, hogy egyelőre csak telefonos bejelentkezést követően tudnak betegeket fogadni, a korábban adott időpontok pedig érvényüket vesztették. A telefonos bejelentkezést követően az illetékes szakorvos visszahívja az érdeklődő beteget, majd kikérdezést követően dönt arról, hogy szükséges-e a személyes konzultáció.
A kórház dolgozói kérik, hogy az intézménybe érkezők minden esetben használjanak saját szájmaszkot, és a kapott időpont előtt lehetőleg 20 perccel kísérő nélkül érkezzenek. A már működő osztályok telefonszámai és a bejelentkezésre használható időpontok részletesen megtalálhatóak a bonyhadkórház.hu internetes címen. Elmarad idén a Bonyhádi Tarkamarha Fesztivál a koronavírus járvány miatt. A járás legnagyobb nyári rendezvényét idén augusztus 7-én és 8-án tartották volna, ám a kormány rendelete értelmében augusztus 15-ig egyáltalán nem lehet tömegrendezvényeket szervezni az országban. A hagyományos, a fesztiválhoz kapcsolódó fotópályázatra viszont 2020-ban is sor kerül. A Bonyhádi Tarkamarha Fesztivál évtizedes múltú rendezvénye a Völcsék fővárosának. A járás legnagyobb nyári rendezvény egy igazi kulturális kavalkád. A gasztronómiai élmények mellett zenei és művészeti produkciók, valamint országos szakmai konferencia is minden évben várja az érdeklődőket. A hagyományosan kétnapos programsorozat a határon túliak körében is igen népszerű. Ez bizonyítja, hogy Bonyhád testvér településeiről is rendszeresen érkeznek vendégek. Idén viszont a koronavírus miatt az augusztus 7-ére és 8-ára tervezett esemény elmarad. Az idei Tarka Fesztivál eredeti időpontja ugye augusztus 7-8-ára esett volna. Erre készültünk már az év eleje óta. Természetesen ez egy olyan nagyszabású rendezvény, aminek az előkészületi munkái is azért sok hónapot ölelnek föl. Miután márciusban beköszöntött a járványügyi helyzet, nyilván ezzel kapcsolatban is gondolkodni kezdtünk, de hát várakoztunk a különböző kormányzati megnyilvánulásokra. Ugye a múlt héten a kormány bejelentette, hogy a március közepén kialakított álláspontját egészen augusztus 15-éig biztosan fenntartja. Ennek értelmében augusztus közepéig az egész országban tilos tömegrendezvényeket tartani. Ez jócskán átrajzolta az idei hazai fesztivál térképet. A döntés súlyos hatással volt a Bonyhádi Tarka Marha Fesztiválra is. A héten polgármesterasszonnyal és a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezetőjével tartottunk egy közös megbeszélést, és hát számításba vettük a lehetőségeinket. Sajnálatos módon az a döntés kellett megszülessen, hogy a rendezvény az idei évben elmarad, hiszen augusztus 15 egyfajta opció, hogy utána talán lehetséges, de innentől kezdve még mindig bizonytalan. Egy ekkora program megvalósításában pedig ezt a kockázatot nem tudjuk fölvállalni. Jó hír viszont, hogyha bár közösségi rendezvényeket augusztus közepéig biztosan nem lehet tartani, annak semmi akadálya, hogy a Tarka Fesztiválhoz kapcsolódó hagyományos fotópályázatot idén is meghirdessék a szervezők. Ennek a pontos részleteit már ki is dolgozták. Ami mégis marad egy kicsit a szarvasmarhából, így Bonyhád brendjéből, ha lehet ezt fogalmazni, az ugye a Tarka fotópályázatot mindezek mellett azért megtartjuk, kicsit más formában. Online kiállítással lesz megszervezve, a kiírást a honlapunkon megváltoztattuk, ugyanúgy július 12-éig várjuk majd a pályamunkákat, ugyanúgy el lesznek bírálva, és természetesen díjazásra is sor kerül, és augusztus hónapban az online felületeinken ezek a fotók, amik a szarvasmarhával kapcsolatosak, illetve annak tenyésztésével láthatók lesznek a nagy közönség számára. A fényképezőgépeket tehát annak ellenére sem kell a fiókba tenni, hogy a Tarka Fesztiválon idén nem lehet majd azokkal kattintgatni. A fotópályázat ugyanis idén is meg lesz tartva. Nem ért véget a környezetvédelmi kezdeményezés a 10 millió fa országos projekt lezárásával. Az akciót felkaroló bonyhádi aktivisták most Fű, Fa, Virág címmel virtuális kihívást kezdeményeztek. Ennek lényege, hogy bárki bármit otthonába elültetve segítse a földi klíma gyógyulását. Kérjünk kalapácsot? Az már elő van. Tavaly november 9-éhez az életnapjához kapcsolódva a 10 millió fa országos mozgalom részeként közel 30 facsemetét ültettek önkéntesek. Ők a koronavírus járvány időszakában sem tétlenkedtek. A 10 millió fa az azért jött létre, hogy fákat ültessen elsődlegesen, és abból a célból, hogy a levegő szén-dioxid tartalmát megkösse, és ezáltal a felmelegedést, a klímakatasztrófát azt elhárítsa. A
koronavírus olyan szempontból közbeszólt ebbe a dologba, hogy most ilyen megmozdulásokat, ilyen csoportos ültetéseket nem tudunk csinálni, tehát mindenki az otthonában van zárva, de azért kellene valamit tenni. Tehát, hogy azért van ennek a közösségnek azért tenni akarása, és van egy energia, ami azért most szabadon van, nincsen lekötve. Nem mindenkinek van arra lehetősége, hogy feltültessen, mondjuk panelban lakik, vagy egyéb okok miatt, de mindenkinek van lehetősége, hogy egy kis életet adjon ezáltal, hogy akár egy kis virágot, vagy valami kis fűszernövény, vagy bármit ültessen. A közösségi felületeken elterjedt az önkéntes karanténban maradt személyek között a kihívások szervezése. A 10 millió fa tagjai is arra kérték a követőket, hogy ültessenek valamit, akár az otthonukba is. A fűfa virág elnevezésű virtuális kihívást azzal a céllal indították, hogy az otthonmaradás időszakában a földi klíma gyógyulásáért és a bizonytalan helyzet okozta lehetséges szorongások kezeléséért tegyenek. Talán annyi plusz van benne, hogy azon felül, hogy szórakozunk, azért mégiscsak tényleg valami kis élet létrejön, és ez egy ilyen jó dolog. Én úgy gondolom. Az embernek a mentális állapotát azt nagyon jól tudja így karbantartani. Főleg, ha valakinek mondjuk van családi háza, meg van családja, akkor ez lehet egy családi kis közösségi program is, az, hogy most akkor valami kis veteményes, vagy kis virágost rendez az ember, vagy a balkonban valami kis növénykét ott a nevelget, akkor azt a kisgyerekkel lehet ott nézegetni, ha vagy csak úgy az ember saját maga is tud ebben gyönyörködni. Illetve van egy másik fontos része is, talán ez egy fontosabb, hogy a nagyon nagy probléma a biodiverzitásnak a szűkülése, és ez egy eszköz, ez egy érvényes eszköz arra, hogy a biodiverzitást azt így növeljük, hogy ugye nem egy előírt módon ültetnek, már olyan szempontból nincsenek előírva azok a fajok, amiket ültetgetünk, fűfavirág fajok, és ebből a sok kis élőlényből azért kialakul egy ilyen kis biodiverzitás, ami mondjuk, ha virágokat ültetünk, akkor a méhecskék oda tudnak menni, vagy más beporzó rovarok oda tudnak menni. Tehát a természetnek is ez egy nagyon jó kis dolog, ez egy nagyon jó kis segítség. Ugye ez egy alulról szerveződő dolog, gyalulról szerveződő kezdeményezés, és most én úgy gondolom, hogy ennek a legfontosabb ilyen kohéziós eszköze az maga a közösségi média. Egy ilyen kihívás trend van most a közösségi médiában, hogy én mondjuk posztolok magamról egy ilyen ültetést, és akkor meg tudom ott jelölni az embereket, hogy akkor ők is tegyenek ilyet, és akkor ez így kvázi, mint egy virág így kinyílik. Nincsen ennek most határideje, hogy ez meddig tart. Nincsen az behatárolva, hogy ki vehet ebben részt. Tehát ez egy rendkívül nyitott dolog, ez inkább a játékossága miatt van így. Ameddig így jól esik a dolog, meg ameddig lehet ezt csinálni, tehát hogy nyilván nem lehet a végtelenség ültetgetni, majd annak megvannak az ilyen időjárási korlátai. És hát nagyon reméljük, hogy ősszel már igazi faültetéseket tudunk majd végrehajtani. Több konkrét tervük is van arra az időszakra, amikor már lehet gyülekezni, különböző programokat szervezni. Van olyan elképzelésünk, hogy azok a magoncok, csemeték, amik itt a Bonyhádon, az ifjúsági parkban, vagy más ilyen fás területeken, városon belüli fás területeken, parkos területeken. Sokszor mondjuk egy ilyen bozótirtás alkalmával kivágásra kerülnek. Van egy olyan kezdeményezés, vagy olyan elképzelésünk, hogy ezeket a magoncokat, ahogy kimentsük, és akkor ezeket a későbbiekben tulajdonképpen ingyen kis csemeteként föl tudjuk használni, és tudunk belőle ültetni. Ezt szeretnénk idén mindenképpen elindítani. A 10 millió fások idén tavasszal 22 ezer fiatal fát ültettek el, főként magánkertekben. A mára több mint 50 ezer követőt számáló közösség még a vírus előtt tette magasra a lécet,
Idén 150 ezer fa elültetése a cél. Másfél hónap után újra éledezik a Bonyhádi Atlétikai Centrum. A Bonyhádi AC meghatározó versenyzői is igyekeznek behozni a lemaradást. A klubot érzékenyen érinti az idei korosztályos világversenyek elmaradása, hiszen három atlétának is komoly esélye lett volna arra, hogy teljesítse a kiküldetési szintet. A Bonyhádi Atlétika legígéretesebb versenyzőivel kis csoportokban egymástól elkülönítve folytatódott a felkészülés másfél hónapos kihagyás után. Komoly szakmai deficit ez, de szerencsére a fedett pályás téli idényt végig át tudták dolgozni a Bonyhád AC-nél, így a visszaesés egyáltalán nem behozhatatlan. Edzőként, sport szakemberként ez egy nagyon fájdalmas időszak. Három atlétánknak nagyon komoly szansza volt, hogy világszinten képviselje a klub színeit. Ez óriási fájdalom edzőnek. Ebben az évben a legfőbb elvárás magunk felé, hogy a korosztályos versenyeken, illetve a felnőtt magyar bajnokságon minél jobb helyezéseket kell elérni. Én úgy gondolom, hogy szakáganként, az ugró, futó, dobó szakáganként 5-8 gyereknek van esélye arra, hogy a saját korosztályában, vagy akár a felnőtt mezőnyben a legjobb 8 közé kerüljön. Közülük a súlylökő Kingol Rékának, a rudugló Böndör Dánielnek, a gátfutó Balogh Péternek, a magyar bajnoki címre és a nemzetközi szereplésre, Európa-bajnokságon, világbajnokságon való részvételre lett volna komoly esélye. Az elmaradt versenyek miatt ők a legnagyobb vesztesek. Arra jutottunk, hogy vihettek haza gátakat, de hát azzal nem számoltam, hogy más környezet és más, tehát sikeres eséssel garantáltam ezt az edzést. Tehát rájöttem, hogy le kell álljak teljesen a gátfutással, mivel ide a gimibe se tudtunk bejönni, pályánk nincsen, ahol ugye nincsen kontakt. Nekem a rajtomba szokott sok maradni, rengeteg, és hát igen, a technika állandóan, mert amint van egy nagyobb cél, hogy azt megoldjuk, akkor mindig nyílik egy nagyobb kapu, amit még jobban meg kell csinálni, és még több hiba jön, amit finomítani kell, és itt már nyilván csak századokról, tizedekről beszélünk. Nagyon jó eredményeink vannak, olyannyira, hogy a Diákolimpia országos bajnokságon a távolugró csúcsot sikerült csapatban felállítani ebben az évben a távolugróinknak. A magasugró csúcsról se kicsit maradtak le, de mind a két számot nyerték. Nagyon ügyes gyerekeink vannak. 2-2 méteres magasugrónk van, lányoknál is most már 160 centi fölött tart a legjobb, úgyhogy én úgy gondolom, hogy szinte minden szakágunkban vannak ígéretes tehetségek, nagyon jó alkatú, nagyon jól motivált gyerekek. Mivel ez egy mérhető sportág, ezért itt egy-egy versenyen kiméletlenül szembe kell nézni azzal, hogy milyen volt a szélviszony, milyen volt a körülmény, úgyhogy igen, próbára vannak téve. Igazából itt most az a legfontosabb, hogy eltelt ugye majdnem jó erős 6 hét, hogy itt nagyon fontos az egészségvédelme, meg a sérülések elkerülése. Igazából most egy olyan helyzetben vagyunk, mint amikor az ember elkezdte tanulni a szorzótáblát, mondjuk eljutott a 8x8-ig, és akkor most újra elkezdjük, hogy 1x1, 2x1, 3x1, szép fokozatosan meg kell próbálni utolérni magunkat. Csábrák János számára olyan nemzetközi szintű atléták, mint Barta Dávid, Varga Lőrinc és sok hazai szinten bizonyító versenyző kinevelése után újfent egy olyan időszak következik, amikor észre kell venni, fel kell fedezni a tehetségeket, a jövő lehetséges bajnokait. Csábrák tanárul majd fél évszázados testnevelő edző praxisában most is okkal bízhat a Bonyhádi Atlétika. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!